Igen, mit csinál katona? Elnézést, csak egy kis idegrángás. Reggel, mikor fölkeltem, az ajtomnak a kilincse, mint hogyha máshogy állt volna, mint hogyha valaki feszegette volna. Ez hogy de nem vitte... El... Nem tudom, de mintha valaki próbált volna ide betörni. És sikerrel járt, uram? Nem, mindenhol, ami itt van a hely. Tessék, uram? Ez felettébb gyanús. Főleg a tegnapi nap után, miután meg akarták magát ölni, nem tudom miért, és meg hogy ki. Férelte föl? Elnézést, uram, muszáj megjegyezni azt, hogy úgy érzem, hogy a dolgok egymással összefüggésben állnak. Miféle dolgokra gondol, katona? Az ára feltörésének kísérlete, illetve a meggyilkolásommal szült tervekkel kapcsolatban. Wow. De maga biztos jobban átlátja, uram. Nos, katona. Igen, tudja már, hogy hogy kell fekvő támaszt nyomni? Őszintén, uram, még nem próbálkoztam vele, de már is megpróbálom. Elnézést, uram, átnéztem az összes menümet így a fejemben, gondolkoztam rajta, de nem találom. Nem baj, gondolkodjon majd legközelebb rajta, hogy hogyan kell fekvőtámasztolni. Értettem, uram, rajta leszek, uram. Nos, ahogy hallom, a vihar elvonul. Mit szólna, ha járőröznénk egyet? Követem, uram, amit csak kér. És mi lenne a terv, merre mennénk el? Elsősorban megvárjuk a hajnalt. Este azért csak nem menjünk. Veszélyes éjszaka odakint. Gondolom, ezt tapasztalta katona. Még sosem lovagoltam. Mit szólna, ha bemennénk oda többi katonához oda a barakba, és mesélne nekünk a maga istenéről egy kicsit. Hát nem is tudom, hogy mit mesélhetnék róla, hiszen mondtam, hogy nem túl sok minden dereng róla, de hát tömören talán annyit tudnék mesélni, uram, hogy mi nálunk ugye egy isten hit van, ahogy legalábbis úgy emlékszem, hogy a kastélyban, ahol éltem, ott Krisztus Urunkhoz imádkoztunk. Nem tudom, hogy mond-e valamit. Krisztus Úrról egy kicsit bővebben, mit tud róla? Hát... és személyesen senki sem ismeri, pedig itt ezeken a vidékeken nagyon sokszor és elég gyakran emlegetnek isteneket, és Istent is egyben, és ugye istenek kiválasztottjai is léteznek, magyarán itt sok olyan fizikálisan is létező istenség van, de mi még sosem találkoztunk vele. É, csak egyedül könyvekben és krónikákban, kódexekben olvastunk róla. Akiket itt maguk mágusoknak hívnak, mi nálunk ők papok, akik hirdetik az igét. Érdekes világba érkezett. Lehet, hogy furcsa lehet számára, de mi nálunk ez abszolút nem volt szokatlan. Sőt, azt kell, hogy mondjam, Marcus uram, ha megengedi, hogy egy kicsit, ha már így barátságosabban beszélgetünk, azokat, akik nem ezt az utat választották, a mi Istenünk útját, inkvizítorok és egyéb más proféták próbálták áttéríteni a vallásunk útjára. Azok, akik nem a hitünket gyakorolják, azok mind pogányok, és azok, akik a sötét mágiát és az ördögöt tisztelik, azok boszorkányok és eretnekek. Ez abszolút nem vicces. Én sem gúnyolom a ti isteneiteket. Legyen vissza, katona! Értettem, uram. Csak illusztráltam, hogy mit reagálnának más vallásos népei. Ó, ki is hajnalodott. Elnézést, uram, csak eléggé zokon vettem, hogy az a katona kinevetett. Nos, akkor induljunk meg. Követem, uram. Meg amúgy is, katona, prezentálnia kell az edzésének az eredményét. És ezt hogyan szeretném, miként tehetem meg, uram? Ott a dombon túl van egy pár farkas. Azt szeretném, hogyha lecsapna. Szíves örömes, uram. Magát jobban kedvelik, mint engem. Nem tudja eldönteni, hogy kit harapjon meg elsőnek. Ha-ha. Szép volt, katona. Köszönöm, uram. Már a kőszörnyekkel is egész jól elbánok lóháton. Asgardban is egész sikereket arattam. De úgy érzem, hogy a lóról való harc nem is áll tőlem olyan távol. Még nem emlékszem, hogy az udvarban milyen szerepet tölthettem be, de már hála jönnek elég sok minden elkezdett derengeni. Lehet, hogy majd kérjük a kovácstól önnek még egy tárdát. Hát, ha abban még könnyebben nyásolja fel ezeket a fenevadakat. Ó, nagyon köszönöm, uram. Ott előttünk van egy farkas. Már is, uram, cselekszek. Végeztem, uram. Ó, tényleg, a múltkori szarvas, amit hozott. Igen, kiraktam a fejét irodába. Remélem, de tetszetős trófát tudod belőle készíteni. Nagyon szép, nagyon szép. Még az asztalos is azt mondta, hogy egy ilyen szép trófeát még nem látott. Jól irányzott csapással vágtam le a fejét. Mondta is, hogy a feje nem sérült. Így kiváló trófeát tudod készíteni belőle. A magától kapott felszerelés igazán hasznosnak bizonyul, mert nem volt túlságosan nagy ellenfél számomra a fenevad. Viszont nagyon, nagyon élvezetes volt a vele való küzdelem, és úgy voltam vele, hogy fejlődésem jelje tanúbizonságaként átnyújtom magának a fejét, hogy lássa, hogy megpróbálok mindent megtenni a haladásom érdekében. És mondja katona, várja már a zsoldját. Uram, nagyon jól el vagyok, megmondom őszintén. Nem tudom, hogy mennyi zsoldot szánt nekem, de Asgard kiírtása közben találtam egy-két aranypénzt. Ó! Ezt tulajdonképpen oda kéne adnunk királyunknak. De felül a szemet hunyok. Tartsa meg! Elnézést kérek, uram, még nem mondta, hogy a találtárgyaknak mi is legyen a sorsuk, ezért tartom még magamnál a pénzt. Vigyázzon, egy ló támadja egy farkas a lovát. És mondja, nem látott semmi különöset a sivatagban? Nem uram, még egyelőre nem találkoztam semmi különlegessel. Hát, hogyha csak a kőszörnyeket nem lehetjük különlegesnek. Egyelőre még nem volt más nevesebb ellenfélhez kapcsolódó történetem. Sem emberekkel, sem senki mással nem találkoztam kalandjaim során. Járőrözésem során, elnézést uram, mert végig a munkámat végzem. Egyszer beszélek már itt az építészekkel, hogy emeljenek ide fel egy hidat. Igazán jó ötlet, uram. És mondja, az emlékezete hogy áll? Hát, hogy kérdezte a hitemet, úgymond, kicsit derengenek csatákról is emlékek. Nem tudom eldönteni, hogy fegyverhordozó vagy katona lehettem, de rengeteg csataélmény van a fejemben, és ugye Krisztus Urunkról való kántálás, és rengeteg eretnekséggel kapcsolatos, hát nem is tudom, hogy rossz tettnek mondanám inkább, hanem kegyetlenségnek. De nem érzek ezek mögött, a kegyetlenségek mögött rossz szándékot, abszolút. Azt az emlékek eléggé homályosak, mert én is jelen voltam az emlékeimben, álmaimban, amikor ezek eszembe jutnak, de hogy én voltam a végrehajtó, vagy csak nézelőjé voltam, azt nem tudom még megmondani. Mesét ott bent ott a barakban az inkvizíció, inkvizítorokról, féle népek volt. Ők harcos papok. Papok, akik harcolnak. Ha jól emlékszem rájuk, nem viseltek különösebben páncélt, de viszont nagyon sok emberre voltak befolyással. Ha az elmondásai alapján szabad megemlítenem, talán hasonlóan viselkedhettek, mint maga viselkednek, mint a maga barátja viselkedett. Á, fekete lovasról beszél. Hát én arra, aki a kard volt. Azt mondta, hogy Ő nem a fegyvermestere volt, hanem a szavaké. Oh. Szóval úgy voltak harcosok, hogy jobban forgott a nyelvük, mint a maga a kard a kezükben. Igen, rengeteg emberre voltak kihatással, és minden egyes szavuk volt maga a törvény. Vigyázzon, mit jön egy! Még nem tudom, hogy mi ez a lény, majd adok neki valami nevet. Ezek a förmedményes pókfajzatok. Jobban érdekli őket az a gyíkszerű izé, mint én, hála jó égnek. Vigyázzon, kapitány urat! Egy kicsit megbokrosodott a lova, de elintézem őket, ne izguljon! Szép volt, katona! Ezek nem ellenfelek, kapitány uram. Bevallom, ebbe a barlang mellett így elmegyek, mindig föláll a hátamon a szőr. Bár még nem volt bátorságom oda belépni. Hát elég fenyegető ez a barlang, meg kell, hogy mondjam az őszintét. Mai őrjáratunk célja szintén Morpheus házának az ellenőrzése lesz? Igen, igen. Meg Felgárd fele is környékén is szétnézünk. Nem akarok maga elő lovagolni, uram, nyugodtan, hogyha a vágtázi támad kedve, csak csapjon a lova közé, lovára. Ezt nem tudtam rendesen elmondani. Hú, de durván legázolja ezeket. Jó erőben van a lova, uram! Szinte legázol minden maga előtt. Tényleg nagyon durva, legázolsz valami. Bocsásson meg, ez már kellett nekem egy kicsit. Elhiszem, uram. Nem szabad hagyni, hogy berosdásodjon a kard. Ugye az a rengeteg papírmunka, meg az irodában. Ez most jó esett. Ott egy krokodil, vigyázzon! El akartam marni a lovamat. És ha már vallások, uram, maga miben hisz? Tudja, katona, én már sok mindent megéltem. Sok mindent láttam. Régen én is azt hittem, hogy majd az istenek fognak segíteni, de nem segítettek, amikor kellettek. Hónap. Ezt hogy érti, uram? Ugye sok barátot elvesztettem, ahogy meséltem. Sok katonatársamat. Amikor hozzá az istenekhez fohászkodtunk, segítségé nem jöttek. Értem, uram. Ó, barbárok, kannibálok. Talán nem bántanak minket. Addig ne csináljon semmit katona, amíg ők nem támadnak. Értettem, uram. Hát békésen el tudunk menni mellettük. De úgy látszik, hogy mégsem engednek át minket itt békés. Maga barbár! Haj! Kapitány uram, ugye nem sérült meg? Ó, csak egy kis karcolás, semmiség. Vigyázzon, ott van mögé mellette! Úgy látszik, hogy ezek a barbárok tudják, hogy kiket kell támadni. A rangon felülieket. Nézzük meg Morpheus barátunkat, hát ha itthon van. Ó, a hiénák. Ó, ho, ho, ho. Egy csapással. Szép volt, katon. Köszönöm, uram. Bizonyára alszik még. Bizonyára, uram. Megkóstolom már a híres kutyának a vizét. Sokáig tartott neki, mire talált egy olyan helyet, ahol vizet tud kinyerni a föld felszíne alól. Hát itt a sivatagban nem egy könnyű, gondolom én, kutatásni. Olvastam hasonlókról. Egy ilyen hasonlót én is el tudnák képzelni ott a barak mentén. Szép, szép. Ó, még teteje is van, hogyha homokvihar esetén le tudja csukni. Okos. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy félszerzet. Ugyebár egy fél ember, fél elf bizonyára ügyel a részletekre és a tisztaságra. Azért épített ilyen kutat. Igen, az anyja elf volt, az apja meg Stoneholdi. Egy régi katona bajtársam. Azt hittem, hogy meghalt, de ezek szerint mégsem halt meg. Jelentésben úgy írták, hogy harc közben elesett, de ezek szerint egy elf mentette meg az életét. És lám mi lett belőle? Szerelem és egy Morpheus. Jó ember volt az apja. Közelről ismerte? Együtt szolgáltunk még. Én is, mikor ilyen zöldfülű voltam, mint maga. Elnézést tudom, hogy megkérdezem, de maga itt született már ezen a vidéken, vagy magát is kiválasztották ide? Én itt születtem. Bár értem, hogy miért beszél így, uram. Ahhoz, hogy megértse az itt e-világnak a dolgait, itt kell élnie egy jó ideje. Itt kell születnie. Értem, uram. Hosszú idő, mire kiismeri itt az ember magát ezen a vidéken. Vannak olyan helyek is, ahova még én sem merek belépni. Így csak Felgárdban olvastam róluk a könyvekben. Értem, uram. Ó, az ifjú elf. Úgy látszik, már bányászik is. Vajon mire kellhetnek nekik ezek a kövek? Én nem tudom, uram, még ezekhez nem értek. Ó! Egy test és szellemerősítőgép. Tőlem vásároltam. Na nézzük meg, hát a fölébredt. Ahó, van itthon valaki? Ahó, Morpheus! Morpheus! Hogy van? Beenged minket? Nem hallom, tudja, hallásom nem az igazi. Valószínű problémái vannak még a hangszálaival, mert még most ébredhetett. Ja, bizonyára, vagy az én hallásomban. Jöjjön, zöldfülű! Ha, még ilyet, ránk csukja az ajtót. Igazán jó barátja. Ahó! Jó, biztos talált egy magyarót a földön. Habár meleg van errefele. Ha már mindjárt eletüt az óra, hát a déli hő itt megcsapta. Bizonyára oda bent jobb az idő, mint idekint. Bizonyára, uram. Jól van, Morpheus? Üdvözlet, uram! Jól van, Morpheus? Úgy hirtelen megcsaphatta az itteni hőség. Igen. Kicsit megy a hőség errefele. És az a derék katona kijönnel. Ó, zöldfülű. Mutatkozzon be, katona! Máris uram, üdvözletem, Újonc vagyok Stormholdi katonaságnál, második szakasznál, Drameron a nevem. Üdvözletem, Morpheus. Oh, én Morpheus vagyok, de már ezek szerint tudja a nevem. Igen, a kapitány uram már esett magáról. Hogy... Oh. Morpheus, olyan ügyben jöttem magához, majd ezt bent szeretném. Katona, addig főpattanna lóra és tenne itt egy kört itt a part, meg itt a Morpheus háza környékén. Igen uram, már is. Vigyázzon a krokodilokkal. Köszönöm a jó tanácsot. Lent a folyónál. Lát valami furcsát, jelentsen. Igenis uram. Nos. Szabad? Nos, Morpheus. Nem akarták, hogy hallgatózzak. Nézzenek oda. Ölünk addig krokodilt. Hát ez baszott jó. Túl korán csapok. Nagyon állok. Pusztuljatok! Fertelmes hiénák. Azok maguk milyen teremtmények. Démonok! Kutyák! Mocskos élő volt teremtmények. Erről a helyről feltétlenül jelentenem kell a kapitányomnak. ezt most eltaláltam a lendületet, startból levágtam a hiénát. Na. Na jó, hát itt várunk egy picit, aztán oda megyünk, hogy tudjanak rendesen beszélgetni. Elkezdtem azt hinni, hogy főfalták a vadállatok. A katona? Uram, körbelovagoltam a vidéket, és szerintem majdnem minden felevaddal végeztem, illetve találkoztam eretnek élő hol teremtményekkel. Oh. Biztosan boszorkánysággal teremtették őket. Elpusztítottam őket, 2 volt. Oh. Innen tőlünk balra? Igen, uram. Ó, hát ez egy veszélyes hely. Hát igen, itt van egy város tele mindenféle, ahogy maga mondja, eretnekséggel. Hát igen, a halott város. Sárkány. Mindenféle lényekkel. Láthatatlan harcosok. Láthatatlan harcosok? Igen. Elég veszélyes. Számomra minden új. Igyekszem megszokni ezt az új környezetet. Hát, ahogy mondta Marcus, eléggé furcsa világból jött. Ott biztos nem voltak ilyenek. Mint már említettem a kapitányomnak is, hogyha szabad szólna, uram. Szabad, katona. Én úgy nem e világról érkeztem. Teljesen más szokások és emlékek élnek bennem. Már nagyon sok minden hasonló ahhoz, ahonnan én érkeztem, de ilyen dolgokkal még soha életemben nem találkoztam. Nem tudok még mindenre teljesen visszaemlékezni, de igyekszem felfrissíteni az emlékezetemet. És semmi mi történt, hogy nem emlékszik? Nem tudom. Igazából egyik pillanatról a másikra, olyan, mintha egy álomból ébredtem volna, itt találtam magamat majdnem, hogy egy cellámba illő helyszínen, ahol egy fekete ruhás alak, először azt hittem, hogy lehet, hogy egy pap, de Istenek választottjának nevezte magát. Mondta el nekem, hogy mi ez a hely, és hogy miben kell nekem részt vennem. Ó, nagyon érdekesnek hangzik. És hogy talált Marcus kapitányra? Felgárdban olvastam a hirdetését. Ja, toborzás. Ugye Morpheus, ha gondolja, önt is betorborozhatom a Stoneholdi második légióba. Harcoljak Stormhold oldalán. Maga ilyen pap? Tessék? Elnézést a kérdésért, de maga pap? Nem. Elfmágus lennék félig, meg Stormhold ide. Sajnos az én fajtám olyan, hogy a félvéreket nem tűri. És így ki is tagadtak a népemtől, és így inkább elvonultam onnan. Mágiát nem tanítottak emiatt nekem, így magam próbálom a mágia útját járni. Hosszú és rögös. Elnézést, Morpheus uram, hogy rákérdezek. Meg egyáltalán szabad uram kérdeznem? Szabad, hát nem muszáj uraznia. Elnézést a tiszteletlenségért, de ezen a vidéken a mágia nem számít eretnekségnek? Boszorkányság? Nem. Egyáltalán nem. Itt vannak mágusok, akik használják is ezt, mindenféle varázslatokat. Tűz, levegő, föld, víz. És ezek a négy főelemet. A négy főelemet. Ezek... De vannak olyanok is, akik rosszra használják. Igen. Nem csak harcra, hanem gyógyításra is lehet akár használni. Hogyha... De sokan sajnos elvakulnak és harcolnak vele. Hogyha ezeket az erőket használhatják, és ezt jóra használják, akkor nagy valószínűséggel úgy érzem, hogy ha az Istenek kiválasztotja, hogy az Istenek kegyeltje, azt mondta nekem, hogy egy részt kell vennem, akkor ez az Istenek adománya. De vagyis az Isten adománya. Ezért elnézést kérek az előző meghörkenésemért, illetve felszólalásomért, hogy rögtön eretneknek vagy boszorkánynak tituláltam magát. Nem tudtam, hogy ezek a kiváltságok egy Isten ajándék részei. Semmi probléma. De hogyha már ilyen isteni ajándékokat élveznek, akkor vannak olyanok is, akik boszorkánynak vagy eretneknek számítanak ezen a vidéken még így is? Igen. Akik rosszra meg pusztításra használják mágiát. Hát igen, ők a rosszabbik utat választották a mágia útján. Sajnos. Most kértem meg Morpheus barátomat, hogyha kis DJ fejében 7 mágusunk van Stoneholdban, hogy tanítsa meg neki a gyógyítás varázslatát. Szóval megáldaná a katonákat? Ez rendkívül hasznosnak hangzik, uram. Igen. Azért is jöttünk ide elsősorban még. Aha, értem, uram. Nos, akkor visszamehetünk a barakba. Morpheus, és akkor ön fölméri a 2 mágust. Jó, mehetünk, gondolják. Én csak követem a kapitány utasításait, követem magukat hátulról és szemmel tartok mindent. Ha így kívánja, uram. Rendben, katona, fedezzen minket. Nos, Morpheus, csak jön után. Morpheus, Marcus. Hát ez kurva jó volt! Ó, már vissza is tértek ezek a törmelmes lények. Sokan vannak. egyszerűen nem lehet őket kinyírtani. Próbálkoztam velük én is, de egyszerűen nem lehet őket. Remélem a maga áldásával hatalmasabbak lehetünk a harcban. És így Stormhold és Marcus uram is elégedett lesz a szolgálatainkkal. Még egyelőre a mágusokat nézem meg, hogy egyáltalán alkalmasak lennének erre. De maga az áldást, azt később tudom megállítani rajtuk. Értem. Nem vagyok ebben tapasztalt, az én világomban a papok nem rendelkeztek ilyen tudással. Nagyon nagy tudású papjaink voltak, de... Katona! Igen, uram? Látja ott azt az építményt? Milyen építményt, uram? Ó, igen, látom, uram. Mi a parancs, uram? Nézzük meg, miféle népek laknak ott. Nézzük, mert eddig én nekem nem tűnt föl, hogy lett volna itt egy építmény. Remélem, hogy jártam már erre. Mondanak, körbenézzük az építményt. Én csak a parancsnokom utasításait követem. Marcus, mint gondol, bekopogtassunk, vannak-e itthon? Katona, megnézni, hogy vannak-e itthon? Már is tudom. Jó napot kívánok! Stonehold nevébe kérem, nyissanak ajtót! Úgy látszik, nem tartózkodik itthon senki. Jó van, katona! Ezek szerint nincsenek itthon. Mi a parancs, uram? Megyünk tovább vissza a barakba. Viszont uram, ott szemben is látok egy épületet. Igen. De nézzük meg, ha gondolják. Katona, menjen előre. Értettem, uram. Jó napot! Stormhold nevében kérem, nyisson ajtót! Nem merik ezt meg. Ekkor támaszt nem tud. Mutassa meg neki, hogy kell. Hát, hogyha eszébe jut. Mutattam, de nem. Nem ment neki. Nem. Hát mutassa meg még egyszer, hát, hogyha most már fölfrissül az emlékezet az úrnak. Hogy jelentem, kell, uram, itt sem nyitott senki ajtót. Akkor megyünk vissza Felgárdba, ja. Stormholdba. Értettem, uram. Katona? Igen, uram. Majd néha nézzen rá erre a házra, járőrözése folyamán. Értettem, uram. Így fogok tenni. Hogy miféle népek. Ahogy maga mondaná, lehet, hogy ered neked. Lehet, uram. Azt mondják, hogy az isteni adományt lehet használni rossz célokra, és akkor ezt feltétlenül büntetnünk kell. Mágiával, a keresztre festítéssel. Épp akartam kérdezni, hogy a párrucomtól nem fél. Nem uram, már jártunk a házánál. Marcus parancsnok mondta, hogy mindenféleképpen a járőrözéseink folyamán ejtsük útba a házát, és akkor messzé mesélt a hátasáról. Ó, oh, örömmel hallom. A netán arra jár, bármikor ihatok utamból. Friss a vize. Köszönöm, uram. Nem muszáj uraznia. Akkor miként nem szeretem. Adom? Hát, Morpheus. Nem szeretem az urat, nem vagyok úr. Megtisztel Morpheus az ajándékával. Hallotta. Egyenrangúak vagyunk mind. Elintézem ezeket a krokodilokat, uram. Ó. Oh. Igazán ügyes. Ahogy kívánta a parancsnokon, sokat gyakoroltam. Pedig ma azt hittem, mikor nem jött vissza egy hosszú lépés, fölfolták az aligátorok. Kezdenek visszatérni az emlékeim, és a karda sose állt tőlem messze. Említette Marcus, hogy elég jól forgatja a kardot. Csak igyekszek, Morpheus. Majd megszokja, hogy nem kell uraznia, nem szeretem. Egyébként erre kapcsolatosan van egy kibaszott jó sztorim, de ez nem streambe való. Majd egyszer majd talán elmesélem. Remélem nem sérült meg Morpheus. Nem. Bizonyára párzási időszak van most az aligátoroknál. Nagyon sok van erre fel. Hát igen, kicsit ingerlékenyebbek is. Most legalább van mire izgulniuk. Tényleg kibaszott szokva. Hallaj, már egy-két ütéssel elintézem őket. Uram, hogy ne akadályozzák az előre haladásunkat, előre lovagoljak, kiírtsam a krokodilokat? Igen, menjen katona! Már is uram. Csak vigyázzon nagyon, mert fentebb van egy démon krokodil. Várjon, uram! Igen? Itt tőlem jobbra, ezen a dombon nem menjen át, mert egy démon aligátor van és elég erős. Ó, ez a netán erre járőrizik ezt a helyet, ezt kerülje egy kicsikét, mert nagyon erős. Köszönöm a figyelmeztető szavait, Morpheus. Nincs mit. Milyen nyakatekert szavakat használok, bazd meg. Esteledik. Zöldfülű! Igen, uram? Esteledik, meglátogatjuk itt a Stoneholdi gyalog katonákat itt a park mentén, így éjszakán. Éjszaka nem menjünk tovább. Értettem, uram. Vigyázzon! Ez 30 000 XP, bazd meg. Ez egy nemesebb aligátor. Igen. Hím. Vigyázzon vele. Szép volt. Ez nem nagyobb aligátorok hímek. Azt mondja, hím aligátorok. És amit az előbb mondtam, ő meg a... ző... Elnézést, uram, uram. Mi történt a katonával? Megszédült? Nem igazán érzem, jól mondom. Köszönöm, uram. Katona, legközelebb figyeljen oda jobban. Nagyon elkapott az aligátor az utolsó csapásommal. Elintéztem, de ő is elintézett majdnem engem. Köszönöm, hogy segítettünk. Majd ott a tábornál hát igen. Jegyezze meg, ezek a nagyobb aligátorok hímek és nagyon agresszívak. Az eszembe vésem, Morpheus. Jöjjön óra, katona! Igen, uram. Még el kell érni a tábort, még sötétedése. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Hello, szervusz, üdv a csatornán. Kistike, hello. Gyorsan megnéztem. Jól elkapott ez a faszom krokodil, meg kell mondjam az őszintét. Azt hittem, hogy időben lecsapom, de pont akkor harapott, amikor leütöttem. Igen, tényleg jól lenne sötételés előtt odaérni a katonákhoz. Már ki fog merülni a lovam. Nem bírok vágtázni. Hú, de jó, hogy van náluk fákja. Na, most elvesztettem volna őket, nálam nincs. Vigyázzon, Morpheus! Ezek nagyon kegyetlenek, ezek a... Még nem adtam nekik nevet. Lények. Ja, ezek a gyíkizék? Igen, a messziből köpnek ilyen érdekes zöld tutymót és megmérgezi az embert. Azt a lovat jól letettem, bazdmeg. Oh! Vigyázzanak, bejött egy! Nem látok semmit ebben a korom sötétben. Oh! Elég csúnyán megsérültem. Így jobb. Nagyon szépen köszönöm. Elég csúnyán ellátták a bajomat. Jól van, katona. Köszönöm a kérdését, uram. Kicsit le kell ülnöm, pihenni és jobban leszek. Jöjjön Morpheus! Megvárjuk a hajnalt. Micsoda kis tábor ez? Úgy látszik, katona, társa hol van? Tessék uram, kérem, mondja újra. Nem magától kérdeztem, itt a bajtársunktól. Elnézést uram, hogy közbeszóltam. Ja, a katona, aki ott ül velem szembe. Stormhold első légió, meg kicsit beképzeltek. Eléggé szókszavú. Igen, ez az első légió. És mit tárolnak a ládába? Ez már hadititok. Elég, hogyha csak mi tudjuk, Stormholdi katonák, hogy mi van abban a ládában. Nem, hogyha fölnéznek az égre, tök békés. Leszámítva a környék az ő lényeket. Ön mit szól hozzá, mit szól ehhez, katona? Igazán lenyűgözőek itt az éjszakák. Kifejezetten jól látni a holdat. Soha nem láttam még ilyen közelről. És eléggé fényesen ragyogott most. Bár az éjszakák nem olyan szépek, mint most. Mint a csillagok az égen, meg a hold. Tudja katona, ez a világ éjszaka is veszedelmeket tart magában. Ezt hogy érti uram? Éjszaka olyan lények jönnek elő, akik csak éjszaka, napfényt nem bírják. Tehát csak nem, hogy arra a lényre gondol. Melyikre gondol Morpheus? Amelyik a levegőt uralja. Igen, katona. Néha napján. Beszámíthatatlan időközönként. Éjszaka. Szürkületnél. Elszáll felettünk egy hatalmas sárkány. Ó. Nem lehet, hogy csak ez a bizonyos fekete lovas az? Nem. Ahhoz túl nagy ez a sárkány. Az ő sárkányához képest. Á, értem. Igen. Nagyon nagy. Volt szerencsém látni. Időközönként délről föl éjszakra. Föl a vulkán fele száll. Valószínűleg lehet, ott lehet a fészke, nem uram? Lehet, bár ezt még nem tudta bebizonyítani senki, hogy ott van-e valami. Mert aki oda fölmerészkedik arra a helyre, az ott is marad. Az már nem tér vissza. Még nem jártam sosem ilyen helyeken, uram. Nem tudom, hogy mit cél vezérelne bárkit is a vulkánba merészkedni. Sok minden katona. Honnan hozzák az aranyat? Oh. Elég veszélyes vállalkozás. Értem, uram. Vagy a hideg és a Golden Brace, vagy a vulkán melege öli meg az embert ott, hanem nincs eléggé felkészülve. Golden Brace és a vulkán? Miért összefüggés van köztük? A határában van. Micsoda uram? A nagyúr. A vulkán lábánál valamerre ott fönt éjszakon a havasban él a sötét nagyúr. Milyen sötét nagyúr uram? A Golden Brace vezetője. Morgurisztra gondol? Morguriszt. Már a neve is sokat sejtető. Uram. Jegyezze meg katona, ha Morguriszt meglátja. Maga nem biztos, hogy élve túl elmegy onnan. Hát Hát lehet, hogy jobban jár, ha inkább fut. Már ha lesz ideje. Megfogadom szavaikat. Köszönöm a jó tanácsokat. Nos hát akkor irány haza, home. Nem, köszönöm szépen, Morpheus. Elintézem ezeket a teremtményeket. Érzem, ahogy nő az erőm. Az jó, mert nagy haszna lesz rá. Ezzel mire céloz, Morpheus? Hát a csatákban, meg ilyesmikre szüksége lesz az erőre. És minél erősebb, annál jobban bírja majd a csatát. Még egyelőre nem találkoztam olyan emberekkel, akik hadsereget készítenének. Az ura még, a kapitánya még nem mesélt ilyenekről. Említett már egy csatát, de egyelőre elég békésnek tűnik ez a világ nekem. Hát mondjuk, megmondom az őszintét... Megmondom az őszintét, Morpheus, hogy egyetlen egyszer keveredtem egy igazán nagy csávába, és úgy érzem, hogy az isteni gondviselés volt az, ami megmentett és vezette a kardomat. A jóisten megsegített és megáldott a harcban. Egy Golden Brace-es hölgy megpróbált engem megölni, de az isteni jó akarat végül vezette a pengémet, és le tudtam győzni a gyilkosom. Katona, látja azt? Ott egy tábor. Igen uram, látom uram. Lovok is van. Jó napot, katonák! Jó napot! Üdvözlet! Nem jó! Hát maguk? Not good! Not good! Jó? Második Stormhold. Ó! Mi árat van erre, katonák? Vagy ne. Kedves Marcus! Ne! Beszéljünk egy kicsit. Pulpis értesített, hogy tegnap kapott egy levelet Stormhold királyságának második régiója pecsétjével, és fölbérelték, hogy jöjjön meg engem. Mit tud erről nyilatkozni? Én ezt a levelet nem kaptam meg. Nem tudom, miről beszél. Ön írta. Én? Bizony maga. Én nem írtam semmiféle levelet. Valóban? Volt. A zöldfülű ráadtam, hogy nem írtam levelet. A kapitányom utolsó parancsa az volt, hogy csiszoljam le a páncéljáról a sarat, utána a nyugovóra tért. Nem írt semmilyen levelet. Utoljára az irodájában találkoztam vele, ahogy kémlelte az esőt. És honnan tudja, hogy amikor nem látta, nem írt levelet? Teljes mértékben megbízom a parancsnokomban, uram. Hát már pedig azon a levélen ott van a pecsét. Egyértelműen. Azzal vádol, hogy én írtam? Én csak a tényeket közlöm. Azon a levélen ott van a második régió pecsét. Mindjárt kibújik belőlem a kromba, nem jó, nem megszólalom. Nem az én aláírásom. Hát. Pecsétet bárki más rányomhatta. Viszont az írás is hasonlít az ön kézírás. Eleget voltam Stormholdban kém ahhoz, hogy felismerjem az írást. nagyon megfertőzte magát, sőt, fekete mágia barát. Valóban. Mégis maga írta azt a levelet, és hagyja is. Kellemetlen. Most mondom, nem írtam semmiféle levelet. Nem szabad beleszólnom. Valaki aláhamisította az írásomat, aki nagyon tud hamisítani. Tudja. Én azt gondolom, hogy a mi kis szövetségünknek ezzel vége. Nem bízom már önben. Tudja, ezek után én sem. Ő veszik. A francba. Túl erős, bassza meg. Átta kurva. Túl erős, kény, túl erős. Én ezt tudtam már akkor, amikor megláttam őket. Nem szólalhattam meg! Nem lehetek ennyire okos! Nos, kedves barátaim, hagyjuk sorsunkra. Hát igen. Hát igen. Hát igen. Valahogy éreztem, hogy ez lesz. De ez annyira tök egyértelmű volt. Ó, bassza meg! Egyből meg kellett volna szólalnom. Egyből meg kellett volna szólalnom. Hát most csak az a baj, hogy egy száppöcsbe vagyok. Na majd mindjárt oda megyünk egy kosztümhöz, aztán agunkra öltjük. Na, még 40 másodperc. Hát ez cumentári. Ez hatalmas cumi. Hiába magas a strengthem. Oda ütöttem egy párat, de hát nem ájultak el. A Trancher egyébként Pilierre egy szuper fegyver. Na hát ahhoz kell felszerelés is. És a dobozó tongom. Gyorsan eszkábálok egy nadrágot. Hát ja, csak én ugye nem térhetek oda-vissza. Na, ilyen egy rendes community volt. És srácok, ilyen egy rendes community. Elnézést kért, bocsánatot kért, meg tudod tárgyalni, semmi probléma nincs. Kíváncsi vagyok, ki van fönn. Mark Evero. Ha! Milán Kiki. Új játékosok. Kíváncsi leszek majd, hogyha találkozok velük, mit tolnak. Addig megpróbáljuk megkeresni azt a rohadt izét. Fekvő támaszt. Hát lehet, azért nem tudom, mert nincsen meg az adott DLC. Jában van meg ugye a pak. Jó volt, kapitány, jól. Zöldfülű! Magának sikerült meglépnie? Nem igazán, uram. Itt ébredtem a barakban, nem tudom miről beszél. Utoljára arra emlékszem, hogy tábort ütöttünk, majd hirtelen sötétség. Úgy látszik, az Istene magával van. Hát ezt megúszta. Ezt meg. A lovam az merre maradt? Mert én fölébredtem, de a lovam az nem volt velem. Ne aggódjon a lovam miatt, majd kap egy másikat. Köszönöm, uram. Viszont a páncélját és a kardját is elvesztettem. Teljesen meztelenül ébredtem a hideg kövön. Gyorsan fűből csináltam magamnak, vartam egy kis nadrágot, hogy azért ne fázzak annyira. Ügyes kap. Nos, katona, az a helyzet. Emlékszik a kis szövetségről, amiről beszéltem? Igen, uram. Hol a barát? Úgy látszik, az mégse volt egy igazi szövetség. Árulók bagázsa. Akkor a barátja lehet, hogy nem is hazudott magának? Úgy látszik, hogy neki mindvégig igaza volt. Nos katona, ez egyet jelent. Úgy néz ki, hadban állunk. Értettem, uram. Stormholdra új veszedelem szabadult rá. És szabad megkérdeznem, hogy kik a veszedelmesek? Kik azok, akiktől tartanunk kell? Emlékszik a fekete lovasra? Igen, uram. Ő az igazi áruló. Sejtettem, uram. Jó megérzése volt, katona. Holnapi naptól kell. Felgárdba kiragasztunk egy körözési plakátot. Bár volt még vele két személy, bár azokról nem tudom, hogy kik lehettek. Bizonyára a csatlósai. Uram, elnézést, nem akartam semmit mondani. Mondja nyugodtan, katona. Ott én mondom, nem emlékezhetek rá, nem mondhatom. Nos, mi a következő lépés, Marcus? Toborozzunk sereget? Mi a következő lépés? Fölkészülünk. Erősítjük magunkat. Nos, uram, ha nem jelent problémát, igényelhetnék új felszerelést? Igen, egy pillanat. Várjon meg itt ki, benézek az irodába. Rendben, uram. Ho-ho! Vegye fő, katona! Köszönöm, uram! Elnézést! Csak a izmaim megrándultak. Elhiszem. Nagyot kaptunk a fejünkre. Hát elég nagyot. Még most is kicsit zsibog. Elnézést, uram, nagy kérés lenne, ha megkérdezném, hogy mi is történt pontosan? Mi is történt pontosan? Amire emlékszik, hogy a tábortűz. Igen, uram. Onnan hazafele, az átjárón, ahogy mentünk a sivatagba. Emlékszik? Ahogy mentünk Morpheus házafele. Igen, uram. Ott minket csapdába csaltak. Második régiós katonáktól loptak el egyenruhákat. És abba csaltak minket csapdába. És utána hirtelen bum a fejbe. Maguk hogy élték túl? Sikerült legyőzniük? Elájultak? Azt hittem, hogy sikerült legyőzniük a támadóikat. Sajnos nem. Időt nem hagytak, hogy fölvegyük velük a harcot. Ez sajnálattal hallom, uram. Azt hittem, hogy legalább egy eret neked sikerült elkapniuk. Hát akkor a fejütést kaptunk, hogy így sajnos elájutunk. Nos katona, holnapi feladata az lesz, hogy Felgárdba kitűzze a körözési plakátokat. Értettem, uram, viszont engedelmével közlöm, hogy az Asgardban elkobzott aranypénzeket és a maga által adott aranypénzt is elvesztettem a úgymond e szomorú esemény következtében. De majd igyekszek pénzt szerezni és kitűzni a táblát. Majd levonom a zsoldjából. Köszönöm, uram. Eltettem a szerszényembe. Nos, hát, hogyha már így ide sodort minket a szél, nézzük meg azokat a mágusokat, amiért eredetileg jöttünk. Bár így ez a kis kitérő után is. Hát szerintem ezt Morpheus, ezt most egy kicsit napoljuk el ezt. Elnézést, uram, hogy közbeszólok, de talán a papok megáldása még nagyobb erőt adna az ellenállásban. Morpheus segítsége kifejezetten sok hasznára válhat a második légiónak. Mit gondol erről Morpheus? Minél előbb meg kéne tenni ezt a lépést. Beállna hozzánk Stormhold második légiójába? Ezek után mindenképp. Hát, eljönne az az idő, hogy levágjuk a fejét. Ezek után? A mennyek tisztító tüze, maga által Morpheus, a megáldott fegyvereink és Isten szabával keresztre feszítjük és mágián égetjük el az eretnekeket. Ahogy mondjuk. Jó hangzik. Mind mágián fog szenvedni. Ez az! Viva a Victoria! To the glory! Ahhoz katona magának még erősödnie kell. Igen, uram, azon leszek. Azon is legyen. És több emberre volna szükség. Uram, ha megengedik, a toborzó plakátján kívül adott nekem egy feladatot, hogy nézzek majd el az új jövevények irányába. Ha találkoznék esetleg az új jövevényekkel, megemlítsem nekik, hogy a Stormholdi második légió toborzást tart, ha esetleg nem látták volna Felgárdban a toborzó plakátját, uram. Őre bízom ezt a feladatot, katona. Megtisztel, uram. Úgy látja, hogy alkalmasak a második légióba, akkor... Ezt a döntést inkább magára hagynám, uram. Én csak a színe elé tárom őket. De tudja, a maga véleményére is azért kíváncsi lennék. Úgy érzem, uram, hogy ilyen felelős döntéshez még túlságosan is zöldfülű vagyok. Ezt vegye parancsnak, katona. Értettem, kapitány. Elég jók a megérzései. Mint mindig megtisztelőek a szavai, uram. Vagy csak tényleg az Isten áldja magát. Isten vigyázó tekintete mindannyiunkon rajta van. És remélem Morpheus is fér majd. És remélem Morpheus által és isteni áldásának köszönhetően, melyet Istenek adtak az ő birtokába, sikerre vezetnek minket a csatában. Deus volt! Úgy lesz. Morpheus, még ne induljon el homokvihar. Igen, épp azt kémleltem. Kivárom itt, hogyha nem gond. Nekem a térdem, és kezdett el sajogni most éppen. Á, megérezte a vihart a térde? Igen. Nos, katona, meg majd a tegnapi feladata, hogy majd megépítse a cellát. Igen, uram. Feltétlenül fogok rá időt szakítani, uram. Remélem minél hamarabb használni fogjuk. Azt kell, hogy mondjam, uram, hogy komolyabb időt a cella megépítésére és kicsinosítására úgy durván 16 nap tölte után tudok majd csak időt szakítani, ha ez nem jelent problémát, uram. Nem. Köszönöm, hogy ilyen engedékeny velem. És merre tervezik a cellát létesíteni? Ide a balak mellé. Ahogy látom, már az alapokat már le is tették. Igen. Igazán masszív ketrecek. És csak egy adott kulccsal nyithatók. Elég erősnek látszik. Nyugodtan próbálja ki. Menjen be, hogyha gondolja. Ó, madár legyek a kalitkába. Csak kérem, tesztelje le a lakatot. Ki tudja nyitni? Hát, lehet, hogy nem nyomtál rá elég erősen. Hát én is meg vagyok lepődve, kérem, próbálj meg újra. Most már biztos rányomta, jó, mert most már nem bírom kinyitni. Igen, hallottam is, hogy elfordítottam benne a kulcsot, hogy záródott. Egy pillanat, már is kinyitom. És barátom, majd holnap kiengedjük. Igazán kedves hangulatában van ma a kapitány uram. Legalább poénkodni hallom. Nos, uraim! Katona, maga elmehet pihenni. Köszönöm, uram. Akkor visszavonulok a barakba. További szebb napot maguknak, uraim, és az Isten áldja magukat. Önt is. Vigyázzon magát. Én is visszatérek az irodába. És elmélkedek azon az eseményen, ami máma történt. Valami tervet ki kéne dolgozni. Visszafekszek a sarokba. Nos, én akkor haza is térek, ha nem gond. Ha már nincs más megbeszélni valónk. Jelzom magára Morpheus. Hát ezek után jobb sűrűben a hátam mögé nézek. De ha megtud valamit, szóljon. Szólni fogok. Égön. Égön nem, Morpheus.